hogy általában a szentek sírjánál gyógyulás szokott történni. Na most Szent Lászlónál is vannak gyógyulások, rendszerint egyébként szemgyógyulások, hogy végre láttuk már a helyes utat. Szemgyógyulásokról van szó, de mégis az nagyon különleges hangsúlyjal van jelen, hogy az igazság nyilvánul meg az ő sírjánál. Ugye ezen az ember végtelenül elgondolkozik, mert mi ettől szenvedünk, már megint csak a mai világ fog visszatükröződni ebbe. Mert a helyzet az, hogy nálunk egész egyszerűen nem tud megvilágosodni az igazság, mert egész egyszerűen különböző mértékkel mérnek. Helyzet az, hogy lehet élni egyébként egy világban, még úgy is, ha beteg az ember. Betegen le lehet élni az embernek az életét. Le lehet élni az embernek az életét még talán akkor is, ha magányos. Le lehet élni talán akkor is, bár ez a szeretet fogalom az összefügg az igazsággal, de hogyha egy kicsit szeretetlen körülötte a világ. De egyetlen egy módon nem lehet élni. Igazságtalanságban. Most nálunk a helyzet az, hogy ma igazságtalanság van. Igazságtalanság van. Olyan mértékig van igazságtalanság, egyébként én ezt elmondtam a múlt előadáson, olyan mértékig van igazságtalanság, hogy az emberiség történelmében példátlan korszakban vagyunk most. Mert kultúrák pusztultak el, de olyan még nem volt, hogy egy közösség egyértelműen csak azt preferálja, csak azt részesítse előnyben, aki gonosz. Nem tudom, hogy érthető-e. Aki gonosz. Itt annak lesz pénze, aki a szívben hordott igazságot áthárja. Itt annak lesz összeköttetése, aki a szívben hordott igazságot áthárja. Itt az lesz sikeres ember, aki a szívben hordott igazságot áthárja. És ettől mindenki boldogtalan. Boldogtalan az, akinek van, és boldogtalan az, akinek nincs. Akinek nincs, az azért boldogtalan, mert azért nincs neki, mert ilyen a világ. Ettől a pillanattól kezdve azt tudja mondani az ember, hogy ez a világ a boldogtalanságba fog belehalni. Nem úgy lesz világ vége, hogy megmérgezzük a világot, ez kicsi az ember. Megkeserítjük mi azáltal a saját életünket, de az élet az át fog alakulni, mert az élet az maga az Úristen azonos. Csak mi megszenvedünk szépen. De az tény, hogy ez a világ, vagy ez a társadalmi forma, ami egyébként egész világ méreteket ölt, az abban bele fog pusztulni, hogy boldogtalan. És azért boldogtalan a gazdag ember egyébként, mert az embernek egyetlen egy dolog ad értelmet az életének. Egyetlen egy dolog ad értelmet és boldogságot. Mert akkor boldog az ember, hogyha értelme van az életének. Egyébként nem boldog. Hiába van meg mindene. És azt pedig csak úgy kapja meg, hogy az ember, amikor megszületik, hozzá ezt a szíták a szívükben hordják az igazságot, nem törvényekben, ugye, ahogy Ösztön is mondja, és tudja, hogy mi a helyes és mi a helytelen. És abban a pillanatban, amikor helyesen sikerül viselkedni, az ember elönti a jóság erejének a tisztaság. Ezt nem is lehet másképp fogalmazni. És akkor, hogy jó, attól a pillanattól kezdve erősnek érzi magát. Ahogy erősnek érzi magát és jónak, értelmet kap az élete. Na de, hogyha egy közösség azt preferálja, hogy ő gonosz legyen, ez az érzés nem tud végigfutni. Nem tud végigfutni, hiába van neki vagyontárgya, hiába van feszített tükrös medence, 2-3 lakás, 4-5 ingatlan, üdülőterület, hajó, vitorlás, és utazik Párizstól Tibetig, de mégse találja a lelkét, nyugtalan. Mert egész egyszerűen, és boldogtalan, mert egész egyszerűen nem lehet, ez alapján nem lehet boldogságot szerezni, mert nem csak kenyére él az ember, és leginkább nem kenyére él. Ez különben 40 túl, ha egy kicsit értelmes az ember, azt már tudja. Aki nem, annak nagy baj van. Jobb, hogyha le se éri az életét. Nem sok értelme. Na most, tehát visszatérve, Szent Lászlónak a sírjánál ez is figyelmeztet az isteni ítéleteknek a megvalósulásába. Ugye ezt nagyon jól tudjuk 1208-1235-ig, ugye a Váradi regesztunk megőrzi, ezt ugye köszönhetjük Fráter Györgynek, aki Eltai Gáspárra kinyomtatja, és tudjuk, hogy 389 eset van, ebből a 389 esetből a századsával úgy vannak az eredmények, hogy ugye 40-40 valahány esetben bűntelenség van, 20 valahány esetben bűnös az illető, 8-10 esetben egyesség jön létre, és egy páran nem jönnek el. Most azt én erről már beszéltem, most nem mondom el újra, ugye emlékszünk rá. Ugyanis a helyzet az, hogy elmondjam? Nem? Na jó, tekintettel arra, hogy Szent Jobb napja volt. Szent Jobb napját tudjuk-e, hogy mikor van? Nem, bizony. A következő helyzet, hogy most voltam Erdélyben múlt héten, és
És meghívtak a három keresztény ifjúsági szervezet, hogy menjek beszéljek Szent Jobbon, Szent Lászlóról. Ha, gyönyörű, mondom, ha, hogy tudjátok, hogy mikor kell meghívni? És akkor kiderült, hogy nem tudják. Május 28-29-re írtak, és mondom, hogy hogy, de gyönyörű, mondom, hát 1994. május 30-án Szent László elrendelte, hogy a Szent Jobb feltalálásának ünnepét üljék meg. És mondom, miért? Hogy szavazják meg? És akkor kiderült, hogy nem az írt, csak épp akkor esett oda. De most így legalább tudják, hogy Szent Jobbon. Na most a helyzet az, hogy ez arról jutott eszembe egyébként, hogy az előbb említett váladi regesztunk, tehát ezeknek az istenítéleteknek az eredménye, az azért furcsa dolog, mert itt tüzes vasat vittek. Na most a helyzet az, hogy ismerjük a szertartásnak a lefolyását, ismerjük azt is, hogyan kellett elvinni a vasat, hány napig tartott a szertartás, és hát azt is tudjuk, hogy a felásra nem volt lehetőség. Majd mindjárt elmondom, hogy miért nem volt lehetőség. Tehát egész egyszerűen ki volt zárva a felásnak a lehetősége. Na most viszont fizikailag azt tudjuk, hogy aki elvisz akár 10-12 lépésre egy felízított vasat, az kizár dolog, hogy 3 nap múlva forradás legyen a kezén. Na most itt a helyzet az, hogy akinek forradt a keze, az bűntelen volt. És mint az előbb elmondtam, az 2-szer annyi volt, mint ugye a bűnösnek számítottaknak a nyilvántartása. És a helyzet az, hogy erre szokták írni a materialista történészek, hogy nem értjük, hogy hogyan. Hát persze, hogyha egy mustármagnyi hitetek lenne, akkor értenétek, hogy hogyan történt be. Tehát az istenítéletek egyáltalán nem barbár dolgok. Az istenítéleteknek sokkal mélyebb bölcseleti alapja volt, mint amit mi nem gondolni. A középkori ember egyébként sokkal átételesebben gondolkozott, mint a mai. A mai az szinte Pavlov kutyája módjára működik egyébként. Na most, hogyan történt az istenítéletek? Még valami miatt fontos egyébként nekünk a váladi regesztunk. Ez ugye Biharban van, most 1208-1235-ig ismerik ugye a neveiket azoknak, akik ezen az istenítéleten részt vettek. És az a döbbenetes, hogy a helyzet az, hogy egyetlen egy olál név nincs köztük. Na most itt két variáció van. Vagy a román az annyira büntelen ember, hogy 1208-1235-ig egy darab bűn nem követett el, ugye? Amit ugye mi nagyon szeretjük a népünket, de azért a magyarról se gondolnám, hogy nem találunk egy olyan nevet a románok között, aki ennyi idő alatt, ugye ez nem is tudom mennyi, ez 20-valahány év alatt nem követett el. Vagy a másik variáció, amire a karácsonyiek nagyon szépen felhívták annak idején a figyelmét, hogy Biharban akkor még nem voltak románok. És ez a valószínű, hogy nem voltak. Mert az mégis csak, azt mégsem gondolnám, hogy olyan büntelen az olá nemzet, hogy nem követett el bűn. No, tehát, de hogy hozzá a feltartás, ha már itt tartom. Na, a helyzet az, hogy voltak olyan esetek, amikor ugye a bíró nem tudta megítélni az esküt. Egyébként is a magyar joggal az a jellemző, és ez nagyon fontos számunkra, hogy az Isten nagyon sokáig meghagyta az Isten szerepét az igazság eldöntésénél. Ennek az volt az utolsó formája, hogy az esküt megítélte. Mert az esküvés az maga az, hogy az Isten haragját mondja magára, ha valaki hamisan esküdik. Tehát mindenféleképpen jelen volt a Jóisten. Egyébként ez tényleg úgy volt, hogy rálunk valahol egészen másképp rakódik föl a világgal való viszonyunk. Mert azért az nagyon érdekes dolog, hogy mi mikor modern állam leszünk, attól kezdve, ugye a modern államra az a kulcs szó a modern államnál, amikor kiüti az Úristent a közösség vezetéséből, azt úgy hívják, hogy polgári világ. Na most ez különben már nagyon sokat elmond, egy kicsit elkanyarodunk ezt a dolgot, nagyon sokat elmond, de vissza fogunk térni, nem kell megjelni. Csak egy rövid kitétel, majd egyszer előtt tartok előadást. De a polgári világ az azt jelenti, hogy elveszi az Úristent a közösségtől, azt mondja, hogy emberek által való vezetettség van, tehát hogyha Justinus mondatát idézzük, hogy ugye a szkíták az igazságot nem törvényekben, hanem a szívükben bírják, ez a törvényekben bírt igazságnak, az emberi vezetettségnek a világa. Most ez nagyon érthető dolog, mert a helyzet az egyébként ez a nyugati kultúrára jellemző, görög-római hagyományból kinő ugye a polisz, a városállam, és a helyzet az, hogy a városra az a jellemző, hogy tömegekben élnek az emberek. A magyarra az volt a baj, hogy nem élt sohasem városban, nem volt városlakó.
És ezáltal egyrészt szabad volt, másrészt nem volt manipulálható. Tudnélik, aki a természet közelében él, az Úristen közelében él. De ez azt is jelenti, hogy el is tudja magát tartani. Mert a város akkor nem tudja eltartani magát, hogy kimegy a város van a háza kapujából, lát egy görön nagy házat, és az jut eszébe, hogy főnöke van. A parasztembernek kimegy, azt látja, hogy ég van a fejekölött, és azt mondja, hogy milyen gyönyörű dolog az, hogy embernek teremtettem, az Úristennek tartozom elszámolása. A polgár, a városlakó, aznak meg kell venni a fűtést, meg kell venni a világítást, meg kell venni az utazást, meg kell venni az élelmet. Egy folyamatosan felhető valaki, egy rabszolga, a polgárnál nagyobb rabszolga a világon nincsen. A polgárral szemben az eltárs ez egy megfordított valaki, és az eltárs ez egy megfordított polgár. A polgár ez egy megfordított. Nem tudom, hogy érthetően. Na most, hogy végigmondjam, ez nagyon logikusan, mert ez arról szól, és azért kellett a magyaroknak végigmenni Trianonon egyébként, ha már erről beszélünk. Mert a magyarság nem volt városlakó. Nem volt városlakó. Ez a logika az úgy tevődik össze, hogy van a polis, ugye? Az a város. Van a polgár, aki azt lakja. És van a politika, aki manipulálja. Nem tudom, mi lehet ezzel. Ezek egymásból jönnek. Hát a vidéken élő embert nem lehet, mivel nem tömegesen létezik, nem lehet manipulálni. A tömegesen létező embereket lehet manipulálni. Azt lehet manipulálni. Most ez, hogy jut idáig az ember ebben a gondolatban? Úgy, hogy ugye a magyar jogtörténeti tankönyvek írják, hogy ugye, hát a helyzet az, hogy lehet, hogy Magyarország ugye a modern korban az egyetlen egy olyan állam, a modern világban, akinek nincs polgári törvénykönyve. És hogy lehetséges ez? Tényleg így volt, osztrákot használták egy darabig, de a magyaroknak nem volt törvénykönyve. Voltak polgári jogviszonyaink, de nem volt polgári törvénykönyve. Na most itt lepleződik le az egész mechanizmus, majd figyeljük nagyon szépen, hogy. Magyaroknak volt ilyen megkülönböztetésük, hogy magánjog és közjog. Ez gyönyörű különben, mert ez arról beszél, amire nem tudom, emlékszünk-e arra az előadásra, amikor én arról beszéltem, hogy a Szent Korona eszmének az az egyik nagy vívmánya, hogy amíg a fogyasztói társadalomban, ugye a hűbéri társadalomban kinövő fogyasztói társadalomban az egyén végtelenül magányossá válik, ugye ez a nelfén megérdemlem és a szomszédom félmajom, az utca túlodán majmokra, tehát bármit megtehetek, de ettől aztán baromi boldogtalan lesz. A másik ennek a másik megfordítása a kommunizmus, amikor elgyalulja ugye az egyént, és akkor csinál közösséget. De a magyarban az volt a gyönyörű, hogy az egyén végtelenül szabad volt, és mégis egy test, egy léleknek tudott egy szívnek tudott a része lenni, egy közösségnek. Ugye erre mondtam, ez az esztergomi mondat, hogy mentem szántam spontanám, ez honorem deo et patria liberatio, nem. Ugye szent és szabad akaratú lelket, vagy szellemet, az Istennek tiszteletet és a hazának szabadságot. Ez volt fölírva ugye a ősi templomunkra. Mert ugye csak az a haza szabad, ahol az egyén lelke és szelleme szabad. És ennek a szabadságnak egyetlen egy határa van, az Úristennek a törvénye. Nem tudom, hogy érthető-e. Na most a helyzet az Úristennek a törvénye. Ez jön vissza abba a rendszerbe, amit az előbb mondtam, hogy ugye tudott magánjogról és közjogról. Hogy van az egyénnek a szabadsága, és van ugyanakkor az egy test, egy élet, egy szívvel megjelenő közösségnek a jogrendszere. És ezt mind a két felől az Úristen áll. Idáig követhető volt? No, a helyzet az, hogy ezt megőrizik nagyon sokáig. És akkor jön 1945. Még mindig nincsen. Még mindig nincsen polgári jogunk. Egyébként modern állam már, ez is nagyon fontos, tessék megjegyezni. A magyarok másképp lettek modern állam, mint a franciák vagy az angolok. Mert gyakorlatilag náluk az volt, hogy a nemesi előjogokat azt szépen elvették, és csináltak egy szürke masszát. Nálunk fordítva történt. Nálunk a nemesi előjogokat kiterjesztették. Tehát gyakorlatilag 1848-ban megnemesítik az egész magyar hazát. Mi nemes? Magyarország nemes Magyarország, ezért tessék is ennek megfelelően viselkedni. Na most a következő helyzet. Eljön 1945. Még mindig nincs polgári törvénykönyve. Ugye, ez a civil gondolkodásmód, ahol ugye már nincsen jelen az Isten, felvilágosodtunk. Még mindig nincsen jelen. Ugye, jön 1949, még mindig nincsen. Akkor ugye már átváltozunk a kommunista úton, kezdünk el szép lassan gyalogolni. Ugye, és a kommunisták viszont nem tűrhették azt, hogy legyen magánszféra. A magánszféra és közszféra ezzel privatizáltak be egyébként, illetve nem privatizáltak, hanem bekommunikáltak, ugye, vagy beállamosítottak, és most utána szépen kiosztották saját maguk között. De a lényeg az, hogy visszatérve,
Tehát 49-ben megbízzák a legfelsőbb bíróságot, hogy vizsgálja meg a jogszabályanyagot, mely jogszabályok fűznek össze, férnek össze a szocialista társadalom és a szocialista társadalmi gondolkodással.